Ha évvége, akkor buli, nem is akármilyen. A fehérvári belvárosban ma este 8-kor kezdődik a fehérvári szilveszter az Icsi színpadnál. Székesfehérvár idén is jó hangulatú bulit kínál azoknak, akik a belvárosban búcsúztatják az újévet, és köszöntik az éjfélkor érkező új esztendőt. Az idei városi szilveszteri mulatságot este 8-kor Kátai Junior indítja. A fiatal DJ több rendezvényen megmutatta már zenei stílusát, a fehérvári óév búcsúztató rendezvénynek is állandó fellépője, ezúttal is lendületes, táncoltató slágerpartival érkezik az Icsi színpadra. 9-től egy feltörekvő fiatal DJ, a főként elektronikus zenében mozgó Warning áll a keverő mögé, hogy szórakoztassa a közönséget. A Discover Band este 10 után érkezik, és majdnem hajnali 2-ig játszik a táncolni vágyóknak. A szilveszteri mulatságot DJ Embryo zárja, aki 3-ig zenél a bulizóknak. Új év napján újra szerencsehozó lencsével várják a fehérváriakat a Palotai kaputéren. Székesfehérváron 2013 óta hagyomány, hogy a város legforgalmasabb helyszínén egy tál lencsefőzeléket kínálnak az arra járóknak. A hagyományokat követve így lesz ez 2024. január 1-én hétfőn is, amikor az Alba Pláza előtti Palotai kaputéren várják a néphit szerint bőséget hozó lencsefőzelékkel a fehérváriakat. Az esemény ezúttal is a város önkormányzata, a Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség Nagy Csendor József 51. híradó és vezetésbiztosító dandár, a Lecsóház és az Alba Pláza együttműködésében valósul meg. A Magyar Honvédség gulyás ágyúiban és a Lencseház fazekaiban készülő ízletes főzeléket délután 2 és 4 óra között kínálják egy pohár meleg teával együtt. Az év utolsó napján egy különleges és titokzatos túrára várták az érdeklődőket a Sóstón. Újévi túra, újévi fogadalmak. A program címe sokat mondó, nem Kreinhofer Andrea a túravezető számos meglepetést tartogatott. A bemelegítő tea után a résztvevők elindultak a kijelölt útvonalon, a séta során pedig különböző feladványokat kellett megoldaniuk. A gyerekek kincskeresésre indulhattak, és egy az újévi fogadalmakra épülő kvíz is várta őket. A felnőtteknek pedig lehetőségük nyílt egy kicsit elmélyedni a gondolataikban, és megtervezni, mit szeretnének elengedni, és mit szeretnének bevonzani a 2024-es évben. Kreinhofer Andreától megtudtuk azt is, hogy rögtön a jövő év első napjaiban is lesz már sóstós program, amelyre várják az érdeklődőket. A januárban is hát teljes erőbedobással készülünk, úgyhogy 5-én készülünk társas nappal, ez egy teljesen új program lesz. Délelőtt és délután is lesznek ilyen időpontjaink a társas játék napra, ez teljesen ingyen. Regisztrációhoz kötött, illetve január 6-án, a következő nap, ugye minden hónap első szombatján tervezünk családi délelőttöt, úgyhogy ez a téli madáretetés lesz majd a témakörünk, illetve 13-án lesz egy stadiontúránk, egy kivilágított stadiontúránk, úgyhogy ez egészen különleges lesz, és 27-én lesz majd egy bögre túránk is. A Hidrofehérvár AV19 ugyan vereséggel zárta az évet, de az élen kezdheti a következőt. Hiába szerepel remekül az idei bajnokságban a Hidro, úgy tűnik egy olyan ellenfele van az osztrák hokiligában, amelyet sehogy sem tud legyőzni. Ez pedig nem más, mint a Klagenfurt, amely az év utolsó mérkőzésén a szezonban már harmadszor verte meg a volánt. Igaz, ezúttal nem lőthetett, mint korábban kétszer, viszont érintetlen maradt a rekord bajnok kapuja. A fehérvári csapat azonban így is 22 győzelemmel és 11 vereséggel továbbra is vezeti a pontvadászatot. A fiúk szilveszterkor sem pihentek, a szlovén Olimpia Ljubljana elleni január 1-i mérkőzésre készülnek. Tekintve, hogy nagyon sűrű a menetrendünk, ma csak egy átmozgató edzésünk volt, és holnap egy újabb nagyon kemény mérkőzést várunk. A Ljubljana egy kellemetlen ellenfél, sokat kocsázik, sokat ütközik, mindig ott vannak a kapunk előtt, úgyhogy egy újabb nehéz mérkőzés, mint az összes többi ebbe a ligába. Szerencsére most nem nekünk kell utazni, és egy pár órát azért mindenki örülhet az új évnek, de nem úgy fog telni, mint általában a többi embernek a szilveszter. A vezetőedző értékelte a 2023-as remek szezont, illetve elmondta, hogyan készülnek a következő esztendőre. Mindig csak reménykedni tudunk egy ilyen szezonban, van egy tervünk, meg egy elképzelésünk, és mindenki ezt szeretné végrehajtani, és mindent megteszünk igazándiból, hogy ezt így tudjuk tartani, és ma az a kulcs, hogy mérkőzésről mérkőzésre haladunk, és nem kerültünk bele még egy ilyen mélyebb gödörbe, vagy egy spirálba, ami lefele húzott volna minket, hanem mindig egy rosszabb mérkőzést, egy jobb mérkőzés követett, tehát egyből reagáltunk
arra, amire kellett, és valószínűleg ez az, ami segít minket ahhoz, hogy egyenletes teljesítményt nyújtsunk, és most ennek köszönhető az, hogy az első helyen állunk, de nagyon jól tudjuk, hogy ez a liga azért a playoffba fog majd igazán megmutatni, hogy milyen erősség is ez a liga. Szeretnénk minél jobban végezni az alapszakaszba, hogy megadjuk magunknak azt a lehetőséget, vagy az esélyt, hogy legalább mi válasszuk meg az első ellenfelőket a playoffra. De még azért ki kell hangsúlyozom, hogy nagyon sok mérkőzés van hátra az alapszakaszból, és itt a tabella elég szűkös, úgyhogy jelen pillanatban még mindig csak azon vagyunk, hogy a következő mérkőzésre koncentrálva minél több pontokat tudjunk gyűjteni.